Tehát, tele teszünk ezt a fogalmat. Mert megbeszéljük, hogy miért lényeges, hogy tele legyen. Jó. Papírlapot. Rátesszük. Gyorsan és ügyesen lefordítjuk. És sikerült. Tehát arról van szó, hogy miért nem folyik ki a víz, miért nem esik le a papír. Gravitáció mind a kettőt van. A levegő nyomás. A levegő nyomás, ha valamit csinál. Mi van akkor, hogyha egy kicsit csibészkedek? Na, ez egész jó. Itt most mit tett? Ha bejött a levegőt, átnedvesedett, egy kicsit elmozdult, és bejutott a levegő, és a közel nyomás. Két oldalról kapta a nyomást, igaz? Levegő föntről és alulról is. Ez már nem volt annyira. Na, az a pontos most, akkor csináljátok is. Ha igaz, kettesével tudjátok megcsinálni. Mindenkinek van egy kis poharacska, meg egy lapocska. Jó? Akkor először együttök teszik, tele vízzel, ráteszi a lapocskát, megfordítja. Az a lényeg, hogy tele legyen. Itt sosem lesz tele. Óvatosan engedjétek a vizet, mert ha nagyon erősen engedjétek, sosem lesz tele. Az alatt. Nem baj, papírt is adhatok. Ki az, aki merje vállalni papírra? Én. Na, gyerünk! Ugye a papír az átnedvesedik, mint mondta ezt a Varga úr. És ezért... Mit írtam? Én. És hogyha megvizsgálod, akkor kifolyik.
Ez majd a csütörtöki óráknak az anyagra lesz. Erre tessenek emlékezni. Jó? Kikérnék a billagot? Ebből te nem fogsz látni semmit, az biztos egy félvét gondolat.